Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, akik követik ezt a sorozatot, amelyben írókkal beszélgetek arról, hogy ezekben a karanténos napokban mit csinálnak, mind dolgoznak, milyen olvasmányokat kínálnak nekünk, egyáltalán mi van velük. Mai vendégem Tóth Krisztina, akit azonnal kapcsolok egy gomnyomással, méghozzá Sarudról kapcsolom Tóth Krisztinát, mindjárt megjelenik mellettem, itt is van, szia Kriszta! Ja, jó napot kívánok! Aki követik például a Facebook oldaladat, amiről tudjuk, hogy személyesen nem te frissíted, de mindig időről időre azért friss információkat közölsz róla, azok tudják, hogy nem Budapesten töltöd ezeket a karanténos napokat, hanem Sarudon a Tiszató mellett. Ma például két hattyúról került fel egy meglehetősen biztató kép. Ugyanakkor hát azért senki nincsen nagyon biztató helyzetben. Amikor készültem erre a beszélgetésre, és lapozgattam a könyveidet, akkor elolvastam azt a 17 lakás című novelládat, amiben azt mondja a novella elbeszélője, hogy minden lakás másik történet. Sarud, az milyen történet neked? Nézd, egy olyan parasztházban vagyok, amelyik a reformkorban épült, tehát több nemzedék fölnőtt már ebben a házikóban, és mindenki óvott tőle, amikor ide kerültem Sarudra, hogy ne vegyek meg egy ilyen öreg vályogházat. Engem meg éppen az izgatott, hogy ennek a háznak története van, és nagyon szeretek itt lenni. Tehát itt tulajdonképpen a járvány időszakhoz képest béke van. Nagyon hatékonyan megszerveztek itt mindent rögtön az elejétől fogva. A kisbolt házhoz szállít például, tehát leteszik a kapu előtt a ládát, hogyha megrendeled az élelmiszereket, jár egy hangos bemondós autó, az elmondja, hogy mik a szabályok, mindenki kapott a postaládájába maszkot, tehát hogy tulajdonképpen amit meg lehetett tenni, azt megtesznek, és annyiból sokkal könnyebb itt lenni, mint egy városi környezetben, hogyha kimegyünk, akkor nem találkozunk senkivel. Tehát minden nap lebiciklizünk a tóhoz, és a legritkább esetben megyünk el gyalogosok mellett. Tehát, hogy itt tulajdonképpen nagyon nagy biztonságban érzem magam Budapesthez képest. Azt mondtad nem olyan régen egy interjúban, hogy anyagilag soha nem voltam mohó, de nagy idősóvár vagyok. Ez azt jelenti, hogy te is ilyen felgyorsult életet éltél, vagy hajlamos vagy azt élni, hát erre most nincs mód. Neked ez a lelassulás, ez pusztán csak kényszer, vagy azért megtalad az örömét is? Mindenképp öröm is, mert az utóbbi időben én sokkal több rendezvényen vettem részt, és sokkal többet utaztam, mint amennyi egyébként a személyes alkatomból fakadna. Tehát ezek nagy részt munkautak voltak vidékre, külföldre, és hát persze egy könyvbemutató vagy egy beszélgetés öröm, de te tudod a legjobban, hogy mekkora energia. És egyébként soha nem lenne alkalmam egy végtében ennyi időt eltölteni mondjuk itt a faluban. Munka szempontból egyébként nem tudok olyan hatékony lenni, mint lehetnék, mert ugye itt van a kislányom, akinek viszont távoktatás van, tehát délelőttönként én ott ülök vele, és a feladatokat csináljuk. Mondjuk délután 2, fél 3 előtt soha nem végzünk, úgyhogy igazából azért nem munkával telnek a napok. De kétségtelenül sokkal nyugodtabb, mint egyébként szokott. Tehát egy egészen más fajta ritmust kellett fölvennem. Például minden nap főzicskélek, azért én otthon nem szoktam minden nap kajákat előállítani. Most már komolyan gondolkodnom kell egyébként, mert azért ennyire nem nagy az én repertoárom, tehát úgy most már valami ötletet kell belevinni ebbe a napi kaja előállításba. De hogy sokkal, sokkal békésebb, és ami nekem nagyon nagy tanúság volt, tudod, hogy ez egy nagyon kicsi háztartás itt, egy pici háztartás, és tulajdonképpen jól el vagyunk. Tehát nem érzem azt, 6 hete vagyok itt, nem érzem azt, hogy bármi hiányozna. Szerinted ebből a személyes példádból is, mert mások is sokan vannak még így, ez a lelassult, kicsit puritánabb élet, ez meg fog maradni, vagy éppen valami hedonizmus jön majd akkor, amikor felszabadulunk a karantén alól? Ez nyilván alkati dolog is, és nyilván függ attól, hogy ki mennyire
érzi azt, hogy egy elfojtás alól szabadul föl. Én nagyon szeretném, hogyha átmenthető lenne ez a ritmus a következő évekre. Tehát én vágynék rá, de tudod a személyes életedből is, hogy milyen nehéz nemet mondani. Nem? Tehát ez az egyik legnehezebb dolog, hogyha az embert hívják helyekre, akkor azt mondja mondjuk a heti három elé, hogy most negyedszerre vagy ötödszörre nem megyek el. Tehát, hogy valami élhetőbb egyensúlyt kellene találni, egy olyan egyensúlyt, amelyben nagyobb tere van az otthoni munkának és az elvonulásnak. Különben kicsit szégyellem is magam, amikor mindenki arról panaszkodik, hogy mennyire hiányzik neki a nyüzsgés, mert az én introvertált alkatomhoz tökéletesen passzol ez az elbújás, tehát hogy tulajdonképpen ilyen szempontból én jól vagyok, tehát nem akarok sehova elmenni. Egyszer nem éreztem azt esténként, hogy na most úgy kimozdulnék. Tehát, hogy egyelőre, így 6 hét alatt engem tökéletesen kielégített ez az élet. Nyilván, ha ide költöznék, akkor azért ficceregne bennem, hogy úgy elugranék színházba. De most így ennyi, ilyen időtávon ez teljesen élhető. Szóval kérdésedre válaszolva, nagyon jó lenne, hogyha ebből át lehetne menteni. Méghozzá annyit mindenképpen azt a tapasztalatot, hogy nincs szükségünk annyi mindenre. Nekem itt két pár cipőm van, minimális ruhatáram, és tökéletesen el vagyok vele. Írtál egy mesét, ami megjelent a nőklapjában is, de eredetileg, ha jól tudom, ez személyes használatra a Lili lányoknak írtad, Járványmese a címe, és nagyon jól tudja magyarázni egy kisgyereknek, hogy mi az, amiben most benne vagyunk, és szerintem sokat segít gyereknek és szülőknek is, valamiféle kapaszkodót ad. Beszéljünk egy kicsit először erről, és aztán, hogy mi minden máson dolgozol még, hogy szerinted mennyire fontos, hogy akár a mese, akár más műfaj vers, vagy bármi más műfaj nyelvén a gyerekeknek ezt megpróbáljuk elmondani, hogy miben vagyunk? Nézd, az mindenképp nagyon fontos megértetni, hogy mi történik most. És ha azt mondjuk, hogy vírus, az egy megfoghatatlan dolog. Valljuk be, még nekünk felnőtteknek is nehéz megérteni, hogy tombol a tavasz, virágzik az orgona, hétágra süt a nap, és közben valami halálos veszedelem leselkedik ránk, amit nem látunk. És olyan körvonalazhatatlan ez az egész dolog, nem? És azt hiszem, hogy egy kisgyereknek, aki eddig látott valamit, hogy hogyan működik a világ, mit szoktunk csinálni, hogy élünk, nagyon nehéz megérteni, hogy hirtelen minden másképpen van. Nem ott lakunk, ahol eddig laktunk, nem találkozunk senkivel, nem látjuk a barátokat, nem járunk össze az osztálytársakkal, nincs iskola, nem találkozik a tanítónénikkel. Tehát, hogy ezt elég nehéz megérteni, és tudom, hogy amikor elindultunk Budapestről, akkor milyen ingerült voltam vele, hogy 3 percenként rászóltam, hogy ne fogd meg a kerítést, ne nyúlj hozzá, tudod? És ezt a készenlétet is meg kellett magyarázni. Ez csak úgy lehetett, hogyha ezt a vírust egy ellenséges, létező figurává teszel, mert akkor ez megfogható, elgondolható, tudod? És ezért született ez a mese, hogy valahogy egy kicsit körvonalazottabb legyen, hogy mi történik. Hát ez a nőklapjának egy korábbi számában jelent meg, de remélem, hogy majd online is elérhetővé teszik, mert szerintem ez most sokaknak egy... Elérhető egyébként, fölrakták a nőklapja online-ra, Akkor valakire mindenkit biztatok, hogy keressen rá, jelentkezik. Járványmese a címe. Egyébként neked a következő köteted, ami megjelenik, az szintén gyerekeknek szól, egy gyerek verses kötet, Szalma Edit illusztrációival. A könyvhétre jelenik, megmondtuk volna ezt így az elmúlt hónapokban. A tervezett könyvhét idejére jelenik meg, hiszen könyvhét, ahogy könyvfesztivál sem volt, könyvhét sem lesz. Mesélsz egy kicsit erről a gyerekkönyvről? Miben más, mint az eddigi gyerekverses könyveid? Köszönöm, hogy szóba hoztad. Nekem egyébként most két gyerekkönyv bemutatom is elmaradt, hiszen a könyvfesztiválra is jött volna egy könyvem, de a könyvfesztivál is belecsúszott már a járványidőszakban. A
Könyvfesztiválra Malac és Liba újabb kalandjai jelentek volna meg, pontosabban meg is jelent a könyv, csak nem volt bemutatója, és könyvhétre pedig, könyvhét se lesz ugye, könyvhétre pedig Kígyó Uborka címmel jelent volna meg egy gyerekvers kötet, ebben tulajdonképpen az utóbbi 8-10 év gyerekversei vannak összegyűjtve. És hát nagyon várom már a könyvet, és nagyon szeretném kézbe venni, mert Szalma Edit kapta az illusztrációkat, és borzasztó kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni. Én őt nagyon szeretem és tisztelem, úgyhogy nagyon-nagyon várom a könyvet. És ha még egy kicsit maradjunk egy pár mondat erejéig a gyerekkönyveknél, hogy ez a bizonyos már könyvfesztiválra megjelent könyved, ugye a Malac és Liba, hát két kötetnél még sorozatot nem mondhatunk, de mondjuk egy induló sorozatnak a második darabja. Ezt én azért ajánlom jó szívvel mindenkinek, mert felnőtteknek is elképesztő viccesek a története. Tehát pont arra való, hogyha egy szülő meg a kisgyereke otthon van a karanténban, akkor mind a ketten jól szórakozzanak, és a könyvnek van egy internetes oldala is a kiadó oldalán, ahol meg lehet hallgatni vagy nézni azokat a dalokat, amiket Kárász Eszter készített a Malac és Liba alapján. Azt akartam tőled megkérdezni, hogy kétféle gyerekkönyvíró van, akinek magának is van gyereke. Az egyiknél az a jellemző, hogy ahogy nő a gyerek könyv elképzelt célközönségével együtt nő a téma is. Ez nálad is így van, vagy mindig gondolsz mindenféle gyerek életkorra, célközönségre? Nézd, ez nálam is így van, annyira így van, hogy általában, amikor írok valamit, azt én a saját gyerekemnek írom. Így volt ez Marci fiam esetében, és így van most Tili lányommal is. Tehát arra a korosztályra tudok leginkább ráhangolódni, mondjuk plusz-minusz egy-két évet érts, ami az én gyerekem korosztálya. Itt közben megosztotta egy nézőnk a járványmesének az elérhetőségét itt a kommentek között, úgyhogy mindenki kattintson rá. És akkor egy kicsit térjünk át a felnőtteknek szóló műveidre. Úgy tudom, hogy egy regényen is dolgozol. Most nem annyira kedvező az alkalom, hiszen napközben iskolába jársz te magad is. Mikorra tervezed ezt? Ez jó kérdés. Nagyon röviden válaszolnék, tavalyra terveztem. Akkor nagyon sok időd van. Ehhez képest nem sikerült befejeznem. Biztos ismered azt az érzést, amikor kialakítasz magadnak egy ritmust, és van elképzelésed róla, hogy mi lesz a következő, és oldalról mindig bejön valami. Fölkérés, izgalmas feladat, és aztán elkezdesz azzal foglalkozni, de haladok, szép lassan haladok vele. Úgyhogy nem mernék magamnak most már határidőt kitűzni, mert megbízhatatlannak bizonyultam a saját határidőmmel, de azt mondom, hogy körülbelül a kétharmadával meg vagyok, ha a struktúrát nézem. Prózai írásaid alapján, novellák alapján úgy képzelem, hogy jársz-kelsz egy városnak a forgattagában, figyeled az embereket, és ilyen félmondatokból, tekintetekből, gesztusokból építed fel a szövegeket. Most ez nincs mit megfigyelni, hogyan dolgozol. Nézd, a struktúra a legfontosabb itt, tehát hogy kitaláltam egy struktúrát, és azt kell alakítgatnom, tulajdonképpen ehhez képest már az egyes jeleneteket könnyű megcsinálni. Az a lényeg, hogy maga az, amit fölépítek, az működőképes legyen. A fő karakterek megvannak, megvan a jellemük, a jellemükből fakadnak az ő történeteik. Tehát, hogy ez egy kicsit másfajta ív, mint egy novellánál, ahol ugye egy talált alapanyagból ki tud bomlani valami. Tehát itt ez egy hosszabb távú építkezés, és azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van a kondenzálásnak. Tehát, hogy most már ezt a meglévő kétharmadot is a rendelkezésre álló időben tömörítem. Tehát kicsit úgy érzem, hogy most ütögetem, mint a kislapáttal a homokvárat, hogy benne omoljék, ha ez így érthető. Ez abszolút érthető, és elég plasztikusan el is mondtad, hogy hol tartasz. A Fehér Farkas című kötetedben van egy novella, a címe Lift, nek az elbeszélője így elképzeli a házban lakókat, hogy különböző emeleteken lakó ismeretlen embereket, és aztán rájön, hogy fogalma sincs tulajdonképpen, hogy kik laknak ott. Szerinted mindannyian így vagyunk
tulajdonképpen, főleg Budapesten. Hogy ez változni fog ezután, az összezártság után, jobban odafigyelünk arra, hogy mi van a szomszédban, képletesen is, meg szó szerint értelemben is, vagy felületesebbek leszünk, mert inkább magunkra kezdünk el figyelni. Ezen még nem gondolkoztam. Amit én láttam most a járvány alatt, az az, hogy minthogyha egy picit megnőtt volna a társadalmi szolidaritás. Tehát minthogyha egy kicsit bekerült volna a látóterünkbe a többi ember, és érzékelnénk az elesettek nyomorúságát, vagy inkább azt mondom, hogy mintha jobban érzékelnénk. Úgyhogy lehet, hogy ez elvezet oda, hogy a kis közösségek is működőképesebbek lesznek. Nekem nagyon rokon szenves az itt falun, hogy bárhányszor hozza az ember a furgonnal a zenivalót, mindig megkérdezi, hogy hogy vagyunk, hogy van a kislány. Tehát, hogy tudják, hogy kik vagyunk, mióta vagyunk itt, odafigyelnek ránk. És nagyon jó lenne, hogyha egy házban a lakók próbálnának ilyen kis közösségként működni. Ahol én lakom egyébként a házban Budapesten, ott csak 6 lakás van, tehát ilyen értelemben az nem egy ilyen nagy lakótömb, de ott abszolút odafigyelnek egymásra, tehát van egy öreg néni a földszinten, annak bevásárolnak, mindig mindenki tudja a többiekről, hogy hogy van, elutaztak, nem utaztak el. Úgyhogy hogy én bízom benne, hogy talán elindulunk e felé. Egyébként ez összefügg a belassulással, amit korábban mondtál. Tehát az, hogy föl tudjuk emelni a tekintetünket, és van-e arra 10 percünk, hogy szóba elegyedjünk valakivel úgy olaszosan a lépcsőházba, az ritmus kérdése is, tudod? És én személyesen nagyon szeretnék annyira belassulni, hogy ez beleférjen az életembe. Én arra gondoltam, éppen én járok egy pékhez, egy ilyen klasszikus kis pékhez, és hogy rájöttem, én azért szeretek oda járni most is, és inkább sorban állok, mert tudok szóba állni emberekkel, és nem olyan, mint hogyha bemegyek egy ilyen lélektelenebb, nagyobb helyre. Szerinted ennek a karantén időszaknak, járvány időszaknak, amiben most vagyunk, lesz valamilyen megfogható irodalmi lenyomata, és ha igen, akkor mi lesz, úgy általában? Én nem is a közvetlen dokumentumokat várom. Tehát nem igazán a karanténnaplók érdekelnek, és a belső történések lenyomatai, hanem igazából az, hogy mi forgatódik tanúságként vissza az irodalomba, tudod? És ebben nyilván benne van az idő, tehát el kell tenni egy bizonyos időnek, hogy ez visszaforgatódjék és irodalmi alapanyag legyen. Biztos, hogy lesz lenyomata, hiszen az én nemzedékemnek ez az első olyan tapasztalat, ami valóban kívülről hosszú távon belenyúl az életünkbe, tudod? Tehát ha nem is háborús tapasztalat, de valami, ami merőben szokatlan és fenyegető. Tehát azt gondolom, hogy bele fog forgatódni. Azt őszintén nem szeretném, hogyha a járvány elmúltával a nyakunkba szakadna a karantén irodalom. Tehát arra nem vágyom, tudod? Mert az utóbbi időben az volt az érzésem, hogy minden nagyon gyorsan és közvetlenül jelenik meg, és ki van spórolva mindenből az időfaktor, ha érted, hogy mire gondolok. Tehát a rögtönzésektől kezdve, tehát a közvetlenül ábrázoló művekig úgy érzem, hogy kihagytuk az ülepedési időt az irodalmi művekből. Tehát én azt várom, hogy 1-2 év múlva majd hitelesen körvonalazódik valami ebből a tapasztalatból, általános és emberi tapasztalatból. Tehát nem csak maga a karantén, szűkenvet karantén, mint téma. De a Világadapter óta nem jelent meg verses köteted, leszámítva azt a ajándék verses kötetet, ami válogatás, amit Lator László válogatott 2 vagy 3 évvel ezelőtt most már, de hát relatíve régen volt verses kötet, és itt az egyik olvasónk is kérdezi, hogy mikorra számíthatunk új verses kötetre. Meg én is kérdezem. 2 évvel kezdtem egy ciklust, az a címe, hogy Terek, ez már majdnem készen van, és ezen még dolgozom, tehát ezt nem fejeztem be.
de lesz verses kötet. Tehát előbb-utóbb össze fog állni egy verses kötet. Mindenképpen szeretném előtte a nagy prózát befejezni, ezt adtam magamnak feladatnak, és most már nem húzhatom tovább az időt, de azt követően biztos, hogy össze fogok rakni verses kötetet. Tulajdonképpen csak jó hírt hallottunk most tőled, hogy jön egy gyerekkönyv a könyvhétre, dolgozol egy regényen, alakul egy verseskötet, úgyhogy hát bár mindegyik ilyen krízishelyzet ennyire tele lenne jó hírekkel. Tudom, hogy hoztál nekünk könyveket, amiket nem te írtál, hanem ajánlod a nézőknek. Mik lennének ezek? Hát többféle könyvet is szeretnék megemlíteni. Amikor kitört ez a járványhelyzet, és bezárták az iskolát, akkor volt egy hír a neten, ami engem nagyon mellbevágott. Arról, hogy mi fogyott el először a boltokban. Elfogytak a tartós élelmiszerek, aztán tartós élelmiszerek után elfogyott az élesztő, tudjuk, hogy elfogyott a súlyzó, tehát mindenki most akar megizmosodni ebben az időszakban, de ami sokkal ijesztőbb volt számomra, hogy elfogytak a kézi fegyverek. Tehát azt nyilatkozta valaki egy interjúban, hogy minden engedély nélkül tartható kézi fegyvert fölvásároltak. És ez engem mélyen elgondolkodtatott. Van egy masszőr hölgy, aki ez a hátfájás miatt szoktam járni, és ő bérel egy elég drága ilyen, nem tudom neked megmondani, hogy ez micsoda, biorezonancia gépet, és azt mondta a gépnek a tulajdonosa, hogy azonnal zárja el a masszárszalomból, vigye el onnan, és helyezze biztonságba, mert itt fosztogatásokra kell készülni. Tehát, hogy az emberekben valami rettenetes tapasztalatok és sejtések léptek működésbe, és ugyanerre rímel a fegyverek felvásárlása. De mindegy, ezt csak azért mondtam most, mert elővettem az Út című Cormac McCarthy könyvet, és újraolvastam. És nagyon érdekes volt ezt a katasztrófa regényt olvasni a járvány sújtott a Budapesten még utazás előtt. Gyönyörű fordítás egyébként, Tóth Benedek fordította, aki ugye maga is író, és a csodálatos atmoszféra teremtő erővel ültette át McCarthy nyelvét. Éppen emiatt olvastam újra. Nyilván sokan látták a filmet, nagyon érdekes most összerímeltetni a szöveget a mostani helyzettel. A kislányomnak, mert itt vagyunk a Tiszatónál, a Lengyelmesék sorozatot olvasom Berg Judittól, hogy valami derűsebben. Ez a egészen csodálatos gyerekkönyv, tehát hogyha valakinek kimaradt, még felnőttként is ajánlom, hogy olvassa el. A Nádasban lakó apró lényekről szól, akik védelmezik a nádast és a tavat, és hát számunkra teljesen nyilvánvaló Lilivel, hogy a lengyik itt laknak a Tiszatónál, és itt van a Spirály Birodalma. Minden nap, amikor lebiciklizünk a tópartra, akkor megpillantunk egy-egy szereplőt. Tegnap a hattyúkat láttuk, ezt meg is örökítettem, de találkoztunk már Gács úrral és Rucával is, és a lengéket is látni véljük néha a nádasban. Minden évszaknak van története. Berg Judittól már megszoktuk, hogy ezek mindig izgalmasak, szövevényesek, és gyönyörű mondatok vannak benne, és ha valaki ismeri ezeket a vízimadarakat, akkor tudja, hogy pontosan utána nézett mindennek. Tehát valóban a nádas életét követhetjük. Nagyon szép a könyv. És ez egy sorozat, több könyv is van Lengyelmesék. Ez egy sorozat, minden évszakhoz tartozik könyv, sőt azt hiszem, hogy Lengyel szakácskönyv is van, tehát azt is megtudhatjuk, hogy ezek a kis apró lények, akik a nádasban élnek, miket esznek. Úgyhogy roppant izgalmas. És aki a Ruminit szereti például, annak feltétlenül ajánlom. Szeretném még szóba hozni Babarczi Eszter Mérgezett nő című könyvét. Ez egy viszonylag friss kötet, és novellák vannak benne. Nagyon érdekesnek találtam, és tulajdonképpen az utóbbi években alig-alig olvastam ennyire szokatlan, kísérletező nyelvű prózát. Számomra nagyon sok poétikai kérdést vetett egyébként föl,
mert némelyik novella olyan, minthogyha egy neonfényes helyiségben ülne az olvasó, és folyamatosan a neon percegését hallaná. Tehát, hogy szinte a viselhetetlenségig kopogósak és szárazok ezek a szövegek, és halálosan pontosak. Tehát van például a Pokol című történetben, ezt külön szeretném kiemelni, ami egészen bravúros, semmi más nem történik, mint hogy bemegy egy nő egy üzletbe, elkezd válogatni a DM-ben különböző ilyen termékek között, és nem bír kijönni. Egyszerűen nem bír onnan kijönni. És hirtelen megképződik, nagyon puritán szöveg, hirtelen megképződik így egy ilyen patológiás állapot, és elképesztően pontos szöveg, de a többi is nagyon szép szövegek, tényleg. És nagyon sok mindenen gondolkodtam, poétikai megoldásokon, amikor olvastam ezeket. Kicsit eszembe jutott egyébként a Barnás Ferenc pincére is, tehát, hogy kísérletezik, tehát folyamatosan a tűrés határon sétálgat, de még befogadhatóak a szövegek. Tehát nem azt mondom, hogy megkönnyítik az olvasó dolgát, de befogadhatóak, és csodálatosan pontos. Ezzel a neon hasonlattal nagyon, nagyon pontosan megfogalmaztad, hogy mit is keressünk benne, vagy milyen ez. Ez sokáig fog erre gondolni a neonra. Nagyon izgalmas volt. Tulajdonképpen egész sok minden eszembe jutott a Cortázarnak az a novellája, hogy mikor valaki belebújik egy pulóverbe, most nem tudom a címét, és nem bír kijönni belőle. És akkor az egész novella alatt bent a pulóverben küzd. Tehát, hogy pici részletek vannak kinagyítva, a hétköznapi részletek, és egyszer csak egy teljes háttértörténet megelevenedik a szemünk előtt. Nagyon, nagyon, nagyon szép szövegek. Nagyon szép szövegek. A másik, amit szerettem volna még szóba hozni, ez egy régebbi könyv, de most jutottam el oda, már nagyon régen terveztem, hogy elolvassam. Az a címe, hogy Álva temessetek el, és az európai cigányság történetéről szól. A szerzője Isabel Fonseca, és nekem nagyon érdekes volt olvasni, mert tulajdonképpen műfajilag behatárolhatatlan ez a könyv. Mert nem mondanám se úti rajznak, se tudományos ismeretterjesztő könyvnek, ugye mindenek a határán mozog. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a szerző elindult és tett egy hatalmas utat Közép-Kelet-Európában és a Balkánon, fölkeresett cigány közösségeket, és a lehető legtöbb dolgot összeszedte ez alatt az út alatt. Ami még borzasztó érdekes, hogy ez a szerző egyébként egy brit írónak a felesége, Martina Minak, és hát van egy csomó gyerekük. És amikor olvasom ezt a könyvet, akkor folyamatosan azon tűnődöm, amire a beszélgetés elején utaltam, hogy mikor írnak ezek. Tehát, hogy tudta megcsinálni ezt a könyvet. Roppant izgalmas, anekdotikus részletek vannak. Például éppen a napokban olvastam az 50-es évekbeli paralízis járványról, ami egy hasonló karanténhelyzet volt Bulgáriában, mint a mostani karantén, és amikor a tradicionális cigány közösségek nem engedték beoltatni a gyerekeiket a járvány ellen, mert attól féltek, hogy a gágyok megmérgezik a gyerekeket. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak benne, és ha valaki megnézi, tudom, hogy ez nem tartozik a könyvhöz, ha megnézi a szerzőt, ő maga is egy borzasztó izgalmas személyiség, egy amerikai, uruguayi nő, aki roppant izgalmas. Rákerestem egyébként a testvérére, és most már befejezem akkor a Fonsecákat, de Bruno Fonseca egy elképesztően szép férfi volt, az öccse, aki nagyon korán, a 90-es évek elején meghalt AIDS-ben, és csodálatos képei vannak. Tehát ez egy nagyon izgalmas család egyébként. Kedvet csinálta hozzá, egyáltalán nem ismertem.
És hát a cím is, az a cím, hogy Álva temessetek el, tehát kiváló, kiváló könyvcím. Abszolút. És azt hiszem, hogy még egyet. Ja, igen. Még egy könyvet akartam ajánlani, ez viszont viszonylag friss, Erik Batumán a Félkegyelmű című könyve. Ez pedig, hát ez roppant érdekes, ezt a magyar vonatkozás miatt fordították le, gondolom, magyarra. Igen, valószínűleg. Egy Harvardon tanuló török-amerikai lány regénye, aki beszámol az egyetemi évekről, és arról, hogy beleszeret egy Iván nevű fiúba, és egy nyári tábor keretében ide utazik Magyarországra, méghozzá Heves megyébe, ahol én most vagyok. És leírja a magyar tapasztalatait. Nagyon ironikus, nagyon szép könyv. Van valami olyan üdessége, ami kicsit a diák szövegekre emlékeztet. Leírja a saját csetlését, botlását az egyetemen, a nagyon furcsa és bizarr történeteit a szemináriumokról, a nagyon magabiztos, a konfliktusait a nagyon magabiztos amerikai hallgatókkal, leírja azt, hogy milyen Magyarországra érkezni. Nagyon aranyos mondatok vannak, például azt írja, hogy nem tudok betelni a magyarok hellózásával. Azt mondják, hogy hello, aztán hátat fordítanak, és elindulnak az ellenfelő irányba. Igen. Vagy leírja, amikor megpillantja először a parlamentet, azt mondja, hogy ez vagy gótikus, vagy valami olyan, amit nagyon megrágtak a termeszek. Tehát, hogy tele van ilyen bájos mondatokkal. A struktúrájával én nem vagyok maradéktalanul boldog, tehát úgy érzem, hogy ez nem egy szerkesztett regény, de minden bája ebből a borzasságból fakad, és a humorból. Tehát, hogy csodálatos frissességgel csodálkozik rá mindenre, és ettől hirtelen tükröt tart az amerikaiak elé, és aztán a magyarok elé is, amikor ide érkezik. Szerintem ez nagyon jól olvasható így karanténban annak, aki el akar tölteni kellemesen egy-két napot egy nem túl vastag könyvvel, és nem annyira mély, mint egy bánya, de nem is ilyen feledhető. Tehát, hogy tényleg jó. Pontosan. Igen. Én köszönöm szépen a beszélgetést is, meg ezeket a kiváló könyveket is. Mielőtt elköszönnék tőled, mindig elszoktunk egy videót indítani, ami valamilyen módon kapcsolódik a szerzőhöz. Nem titok, hogy erről beszélgettünk is. Én mindenképpen szerettem volna az egyik kedvenc versem tőled, a Koravén cigány, hogy azt játsszuk le. Ennek szerencsére több verziója is elérhető az interneten, ami valaki mondja. Még olyan is, amikor ott voltam a felvételen, amikor színművészeti főiskolások mondtak verseket a könyvedből, de te most egy másikat választottál, egy egészen frisset, Takács Katalin mondja el a versedet, ezzel fogjuk zárni a beszélgetést, de még mielőtt elköszönnék, szolgálati közleményként elmondanám, hogy a jövő héten mi várható ebben a sorozatban, ugye a hétvégén nem jelentkezem, viszont 4-én hétfőn Fini Petrával beszélgetek, 5-én kedden a Bibó megmondja című kötet kapcsán fog Király Levente beszélgetni Majtényi László alkotmányjogásszal Bibó Istvánról. 6-án én fogok beszélgetni Székely Csaba drámaíróval, akit majd Marosvásárhelyről kapcsolunk. 7-én az idei Hazai Attila díj nyertesével, díjazottjával Kis Tibor Noéval fog beszélgetni Szegő János kollégám. 8-án pedig Ljudmila Ulickaja új könyvéről, a Lélek testéről című könyvről fogok beszélgetni Morcsányi Gézával, és Skype segítségével megszólal majd maga a szerző Ljudmila Ulickaja is. Neked még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk, beszélgetést. és a nézőknek pedig, hogy követtek minket. Mindenkinek jó májust kívánok, itt vagyunk május 1-én, és kellemes hétvégét. Viszontlátásra, szia, és elindítom akkor ezt a kis videót. Köszönöm, szia, viszontlátásra. Tóth Krisztina, a Koravén cigány. A Koravén cigány. Borúdal. Dűlő utak hegeitől szabdalt sötét bőrű,
csapzott anyaföldem. Ügyetlen plázákat tetováltál lapockáidra, a kezed ökölben. Mindig így volt a világi élet, először fájt, de utána szép lett. Húzd ki szemed, fogd össze hajad, aztán indulj, nem baj, hogy szakad. Sarat öklend minde pusztuló kert, húzzál kislány, legalább pulóvert. Hova lett a fiad? Hol a lányod? A városban vagy a benzinkútnál? Egyik csak 10, másik 11 lesz. Tudom, utánuk mennél, ha tudnál, de nem jutsz a megállóig mégse, csak káromkodsz, mint a jégverése. Fuss! Ki tudja, meddig jár a busz? Este lesz, még a műútra jutsz. Bámulhatsz a fényszórók szemében, lefeküdhetsz. Azt se veszik észre. Hova lett a fiad? Hol a lányod? Döröböltek hasadbolt az atyán. És mi lett a szerelemből? Látod? Minden mostból mindig lesz egy aztán. Házadat is elkútyavetélted, tolószékre cserélted a pénzed, húztál volna inkább új lapot. Mikor lesz, hogy őket láthatod? Mentél volna föl az égbe lakni? Mikor jössz már rá, hogy rossz a pakli? Szlalomozik a srác az autók közt, bámulják a lehúzott ablakból, félszeme mindig a lehajtón van, oda gördül, ha valaki parkol. Nagy Magyarország a kocsira, piros csíkos legyen vagy síma, lesz még egyszer ünnep a világon. Húzz el, cigány, még nem váglak szájon. Eltelik a nap a kocsi sorral. Gyújts rá, tesó, ne gondolja gonddal. Mi zokog, mint malom a pokolban? Tarvágástól fogatlan az erdő, fekszenek a fák hasra borulva, nem lesz köztük egy se, ami megnő. Görög hasáb, a víz ölbe visz, húz magadra cigány földet is, jégeső és vihar már ne verjen, püffet töltés, lóg az anyanyelvem. Árok, patka, tele vérrel, sárral. Ne gondolj már a világ bajával.